Akkor javaslom, hogy hagyjuk meg fejünket és imádkozzunk. Áldott légy, Urunk Istenünk, a világ királya, Te, aki útmutatást adsz nekünk az élethez, aki elmagyarázott nekünk a lépéseket, és hitet kérsz tőlünk, hogy megtegyük mindazt teljes szívünkből, amit kérsz és kívánsz tőlünk. Urunk, azért vagyunk ma itt, hogy téged halljunk, a te szavadat halljuk meg. Köszönjük, hogy előkészítesz embereket, akik hirdethetik a te igédet, de a lényeg az egészben az, hogy téged halljunk. A te szavadat halljuk ki az emberi szavakból. És ezért kérjük, segíts nekünk szent lelked által, hogy megérthessük ma délutánon is hozzánk szóló üzenetet. Amen. Tavaly is itt voltam, és akkor tanítványság volt a sorozat fő témája, ami azt jelenti, hogy azokról a dolgokról beszéltünk, amelyeket a hívő emberek tesznek. Bibliát olvasnak, imádkoznak, missziót folytatnak, hívő közösségbe járnak. Ugyan sok olyan dolog, ami specifikus a hívőkre érvényes. A mostani sorozat pont máshogy lesz. Azokról a dolgokról fogunk beszélni, amelyek megjelennek a hívő ember életében is, de a nem hívő ember életében is. Ami egy kapcsolódási pont lehet egy nem hívő és egy hívő család között, csak meg fogjuk nézni azt a Bibliában, hogy Isten minden egyik dologról nagyon különleges dolgokat mond. És ettől más lesz az, amit a hívő ember tesz, az az ember, aki Istenre hallgat, mint amit az az ember tesz, aki nem hallgat Istenre. Tehát ugyanazt akarjuk tenni, de mégiscsak máshogy tesszük. Ugyanaz a neve, de mégiscsak, ha tényleg Istenre hallgatunk, belülről máshogy néz ki. Nem biztos, hogy kívülről is máshogy néz ki, de belülről máshogy néz ki. Más cél van vele. Más benne élni. Több olyan dolgot fogunk megnézni, nem csak a párkapcsolatot, nem csak a gyermeknevelést, hanem több dolgot is, tehát a keresztény életről több szeletet. Az első kérdés, és az egyik legfontosabb kérdés mindig az, hogy amikor a tükörbe nézek, milyen lényt látok? Nem az a kérdés, hogy kit látok, általában magamat látom, amikor a tükörbe nézek. De mit gondolok arról a lényről, akit ott látok? Mi az első dolog, ami eszembe jut? Majom? Vagy félisten? Vagy félek attól, hogy tükörbe kellene néznem? Olyan sok mindent elhatároz az életemben az, hogy amikor előveszem a tükröt és belenézek, akkor én hogy kezdem magamat nézni? Az emberkép, ugye így hívjuk ezt. Az emberkép sok mindent eldönt, amikor akárki a saját életéről, vagy a másik életéről gondolkodik, vagy tanácsot mond, vagy bölcsélkedik. Ezért, amikor az életről beszélünk, és ugye vannak különböző felfogások, ki így látja, ki úgy látja, az első kérdés mindig az, hogy kicsoda az ember. Ezért gondoltam, hogy mai délutánon néhány gondolatot mondok erről a kérdésről, és a 8. Zsoltárral szeretnék indítani. Dávid egyik zsoltára, aki ugyan fiatal korában pásztor volt, állatokkal foglalkozott, Isten először igazából elhívta őt arra, hogy király legyen, de úgy, hogy ő még nem lett azonnal királyá. Egy darabig még pásztor volt, utána az udvarnál kezdett tevékenykedni, aztán egyre bonyolultabb lett az élete, aztán a végén mégiscsak király lett belőle. És ez a Dávid a következő Zsoltárt írt, a 8. Zsoltár. Ó, Urunk, mi Urunk, mi felséges a te neved az egész földön.
Az égen is megmutattad fenségedet. Gyermekek és csecsemők szája által is épített hatalmadat ellenfeleiddel szemben, hogy elnémítsd az ellenséget és a bosszú állót. Ha látom az eget, kezed alkotását, a holdat és a csillagokat, amelyeket ráhelyeztél, micsoda a halandó, mondom, hogy törődsz vele, és az ember fia, hogy gondot van rá. Mi el tudjuk képzelni, hogy ott ül a pásztor a nyáj mellett, akár éjszaka is, mert tudjuk, hogy a pásztorok néha kint vannak éjszaka, és őrzik a nyájat, akár ugye karácsony estén, amikor tényleg egy másik pásztor is kint volt, hát hogy Dávid is lehetett kint. A nyájával. Sötét van. És az ember, hát lehet, hogy véletlenül is. Vagy csak úgy, körülnéz. Hát itt nincs mit látni, de ott az égbolt. És mi mindent lehet ott látni? Csillagászok tudják, és szívesen el is mondják, hogy veszek egy távcsőt, és még többet látok. De a fizikusok tudják, mert eredetileg fizikát tanultam, tehát mérnök vagyok eredetileg, a fizikusok tudják, hogy ha nem távcsövet, tehát nem ilyen pici távcsövet veszek elő, hanem egy nagyon nagy darab távcsövet veszek elő, és azzal megnézem az égboltot, akkor még többre lehet látni, még többet látok, csak a végét nem látom. Hát lassan már akkora távcsöveket építenek, hogy az már nem is egy darabból áll, hanem több távcsövet építenek sorrendbe, és egy számítógép összerakja a képet, és még többet lehet látni az egészből, de a végét még senki nem látta. És akár ugye a pásztor sötét éjszakán, amikor megpillantja az égboltot, akár úgy egy mai ember, amikor leül egy sötét helyen éjszakajt nézi az égboltot, akár a fizikus, amikor már nem is lehet kifejezni, hogy mit lát, hogy ez milyen távol van. Önkéntelenül is ilyen helyzetben felmerül a gondolat. Akkor mit csoda az ember? Mit csoda a halandó? Micsoda az embernek fia? Halandónak fia. A gyenge ember ugye halandó. Az ember fia az a gyengének a gyenge utódja. És akkor több lehetőség van ilyenkor, amikor az ember ilyen helyzetbe kerül. Depresszióba esek. Hát én semmi vagyok. Hát nézd csak itt. Az égbolt. Ahhoz képest én egy porszem vagyok. Vagy talán még az se. Mindig is tudtam, hogy egy senki vagyok. Ugye az egyik lehetőség. A másik a dac. Hát nagy ez a világűr. Én meg pici vagyok. Hát akkor már megmutatom, hogy mire vagyok én képes. Annak ellenére, hogy milyen pici vagyok. Építek egy rakétát, és megyek a holdra. Építek egy űrszondát, és kiküldöm az űrbe. Ő meg küldi a jeleket, hogy ott mi mindent lehet látni. Ugye az a dac. Pici vagyok, de. Ugye a 3 éves gyerek. Pici vagyok, de majd megmutatom, hogy mire vagyok én képes. Vagy akár a félelem. Hát ilyen sok bolygó van. Hát ha ilyen sok bolygó van, akkor lehetetlen, hogy csak mi vagyunk a világűrbe. Hát akkor kell, hogy máshol is legyen élet, olyan statisztikailag, és kikezdik számolni, és rájönnek arra, hogy de tényleg. Tehát kell, hogy legyen legalább még egy bolygó itt valahol a közelben, ahol még vannak lények, és akkor ugye kezdődik az egész újra. Újra előjöhet a félelem, és akkor csinálok egy filmet arról, hogy jönnek a földön kívüliek, és lebombázzák Fél-Amerikát. Vagy előjön a dac, hogy akkor is fogunk menni a Marsra, akkor is, ha talán ott még marslakókkal fogunk találkozni, és kiválasztjuk azokat az embereket, akik tudják, hogy soha az életben nem fognak visszatérni, de vállalják, hogy én leszek az első, én leszek tagja az első csapatnak, akik oda mennek a Marsra, és persze egy holland ember találta ki, hogy ebből még műsort is lehet csinálni. Ez zajlik most, de nem találok ki semmit. Ugyan mindez körülünk zajló dolgok.
Meg semmit se kellett kitalálni. És ez a Dávid, ez a pásztor, az mire jut? Nézzük a folytatást. Micsoda az ember? Micsoda az ember, mondja Dávid, hogy törődsz vele, és az ember fia, hogy gondod van rá. Kevéssel tetted őt kisebbé Istennél. Dicsőséggel és méltósággal koronáztad meg. Úrrá tetted kezed alkotásain, mindent a lába alá vetettél. A juhakat és marhákat mind, még a mezei vadakat is. Az ég madarait, a tenger halait, amelyek a tenger ösvényein járnak. Ó, urunk, mi felséges a te neved az egész földön. Erre jut Dávid. Mert ugye egy hívő srácról van szó, aki ismeri Isten kijelentését. Amikor ott ül a sötétbe, és látja mindazt, amit Isten keze alkotott, akkor tényleg az a gondolat jön az eszébe, hogy akkor micsoda az ember? Akkor ki vagyok én? Mind ezekhez képest. És mit mond? Kevéssel tetted őt kisebbé Istennél, dicsőséggel és méltósággal koronáztad meg, úrrá tetted kezed alkotásain. Erre jut nem csak valamelyik pásztor, hanem a hívő pásztor. Annak ellenére, hogy mi mindent látok, attól nem esek kétségbe. Nem a világ űr, meg minden, ami benne van, elhatározza és meghatározza, hogy én mit gondolok magamról. Hogy én ki vagyok, azt nem egy bolygó mondja. Meg hogy mi lesz velem a jövőben, azt se egy bolygó mondja. Meg sok bolygó együtt se. Hogy ki vagyok én, azt az Isten mondja. És amikor Dávid ezeket az érdekes dolgokat mondja, akkor ugye igazából visszautal a teremtés történetére. Amikor Isten a saját képmására és hasonlóságára megteremtette az első ember párt. És ugye Dávid ebbe kapaszkodik bele. Lehet kétségbe esni attól, hogyha megnézem, hogy mi minden van körülöttem, de Isten mit mond? Hogy az ő képére és az ő hasonlatoságára vagyok teremtve. Magyarul, akármilyen lény jut az eszembe, senki nincs közelebb Istenhez, mint az ember. Bár vannak állatok, akik olyan dolgokra képesek, amelyekre én nem vagyok képes. Vannak állatok, akik gyorsabban tudnak futni, mint én. Hát az én esetemben az nem is olyan nehéz, van elég sok ember is, aki gyorsabban tud futni, mint én, de értitek, hogy mire akarok kijutni, vannak állatok, akik jobban tudnak úszni, mint én. Vannak állatok, akik nagyobbat tudnak ordítani, mint én. De az nem azt jelenti, hogy ők többet érnek, ha szabad így mondanom. Vannak még teremtett lények, akiknek nincs testük. Akikről nem is tudjuk, hogy pontosan mit csinálnak. Ja, például az angyalok. De Isten az angyalokat se az ő képére és hasonlatoságára teremtette. Ugye a filozófiából van bennünk az a gondolat, hogy kő, fű, állat, ember, angyal, Isten. Vagy azt gondoljuk, hogy ez a sorrend, ez a hierarchia. De nem így van. Isten alatt az első az ember. Hogy az angyal hol van, azt nem tudom, de hogy Isten alatt ott az ember, az teljesen biztos. Mert a Biblia nem csak azt mondja, hogy az ő képére és hasonlatosságára vagyunk teremtve, még azt is mondja az apostol a hívőknek, hogy
mi fogunk ítélkezni az angyalok fölött. Na látjátok? Nem az angyal van az ember fölött. Az Úr Jézus nem is lett angyallá. Az Úr Jézus emberré lett, hogy megmentse az embert. Értitek, hogy milyen nagy dologról beszél itt a Biblia? Ki vagyok én? Kevéssé tetted őt kisebbé, Istennél dicsőséggel és méltósággal koronáztad meg, úrrá tetted kezed alkotásain. Jó, egy pásztornak könnyű ugye ezt mondani, hogy úrrá tetted kezed alkotásain, mindent a lába alá vetettél. Hát ő ott van ugye a juhok mellett, a birkák mellett, és a birkák hallgatnak a pásztor hangjára. Tehát amikor a pásztor állatokra gondol, és arra a kapcsolatra gondol, ami fönnáll az állat és az ember között, akkor egy pásztor nem azt fogja mondani, életében nem fogja azt mondani a pásztor, hogy hát az ember az csak egy továbbfejlődött állat. Egy pásztor se fogja ezt mondani. Mert a pásztor tudja, hogy ő vezetheti a birkákat, de a birkák őt nem tudják elvezetni. Annyira borzasztó fontos, hogy az ember tanulja meg, hogy mi a különbség az ember és az állat között, hogy amikor Isten elhívta Mózest, aki 40 éven keresztül ugye Egyiptom minden bölcsességét megtanulta, és talán a szüleitől is ezt-azt azért megtanulta a Bibliától, meg a Bibliából, mi hiányzott még neki? Hogy a népe vezetője legyen. Csak egy dolog hiányzott neki. Hogy 40 évig legyen pásztor. 40 év tanulás, 40 év pásztorkodás. Birkák között. És amikor az ember már mindent megtanult a birkákról, akkor kész arra, hogy egy közösséget vezessen. Na onnantól kezdve nem fogja összetéveszteni az embert és az állatot. Most vannak emberek, akik összetévesztik az embert az állattal, még könyveket is írnak, és akkor írnak könyveket arról, hogy igazából az ember csak egy továbbfejlesztett majom. Vannak tanárok, akik ezt tanítják az iskolába, de amikor a diák visszakérdez, hogy tehát ez a beszéd csak továbbfejlesztett majom húgász? Akkor nem, akkor ez már a szintiszta igazság. Tehát ha ön egy továbbfejlesztett majom, és ön mond valamit, akkor igazából, ha ugye végig gondolom, amit mondok, akkor igazából az is csak majom húgász, csak a következő szinten. De nem, akkor hirtelen az a szintiszta igazság, amit a majom mond. De amikor Dávid ezt mondja, hogy igen, az ember pici a világ mindenséghez képest. De azért Isten mondott valamit, hogy az ember uralkodik például az állatokon, és ő látja ezt a mindennapokban. Akkor vajon Dávid arról az emberről beszél, akit Isten eredetileg megteremtett? Vagy önmagáról beszél? Amikor Dávid ott ül egy sötét éjszakában, akkor ő vajon azon töpreng, hogy Isten hogyan teremtette meg Ádámot? Vagy ő azon gondolkodik el, hogy ki vagyok én? Milyen vagyok én? Mert ugye azért nagy dolgot mond, kevéssel tetted őt kisebbé Istennél. És amikor visszalapozunk, és már idéztem is, akkor tényleg azt olvasjuk, hogy Isten azt mondta, alkossunk embert a képmásunkra, hozzánk hasonlóvá, uralkodjék a tenger halain, az ég madarain, a jószágokon, az összes vadállaton, és az összes csúszó mászón, ami a földön csúszik, mászik. És így lett. Megteremtette Isten az embert a maga képmására, Isten képmására teremtette, férfivá és nővé teremtette őket, azután megáldotta őket Isten, és ezt mondta nekik,
szaporodjatok, sokacsok, sokasodjatok, és így tovább ismeritek a történetet. Csak ugye itt még nincs vége a történetnek. Ott állt az a fa a kert közepén, amiről Isten azt mondta, hogy arról nem szabad enni. Ugye az Édenben az volt a sákramentum, a szentség. A sákramentum az egy látható jel, amely megmutatja, hogy milyen helyzetben vagyunk. Ugye nekünk kettő van. Keresték, úrvacsora. A keresték megmutatja, hogy valami baj van velünk, nem vagyunk tiszták, meg kell tisztulni. Az úrvacsora azt tanítja nekünk, hogy magunkat nem tudjuk lelkileg se táplálni, hanem mi erőnk az Úr Jézus Krisztustól van. Ugye ez a sákramentum. Ez egy látható jel, amely megmutatja, hogy milyen helyzetben vagyunk. És a Bibliában több ilyen sákramentum van. Az Éden kertjében az az a fa. A jó és a gonosz tudásának a fája, az a sákramentum. Megmutatja, hogy az ember milyen helyzetben van. Mi a helyzet? Helyzet az, hogy meg van áldva Istentől, megélhetés megvan, Isten az egész teremtett világot ugye rábízta az emberre, hogy ő művelje, őrizkedje, viszont egy olyan dolog van, hogy az ember értse, milyen helyzetben van, egy olyan dolog van, amit nem szabad neki. Istentől függetlenül eldönteni, mi a helyes és mi a helytelen. Mi a jó és mi a rossz. Ezért volt ott ez a fa. Ugye nem Isten rakta oda a kísértést. Ez nem kísértés volt az a fa. A kígyó kínált belőle kísértést. Ez a fa egy szent dolog volt. Egy szentség, egy sákramentum. És mit csinál a sátán mind a mai napig? Azt akarja, hogy félre értjük a szent dolgokat. Nem csinál más, állandóan azt csinálja. Értsük félre akár a keresztséget is, akár az úrvacsorát is. Bár nem, most nem az a téma. És akkor lesz kísértés belőle, ugye? Amikor a sátán suggal valamit szent dolgokról. A jó és a gonosz tudásának a fája ott van. Ugye, abból nem szabad enni, hogy Isten mondta. Magyarul. Felmerül egy dolog. Felmerül egy helyzet. Ember nem tudja eldönteni, mi a jó döntés. Mit kell csinálni? Oda menni ahhoz, akié a fa. Megkérdezni tőle, mi a jó. Olyan egyszerű. Isten eleve minden este ott sétálgatott a kertben, olvastuk, vagy olvashatjuk a történetbe. Ha nem tudom, mit kell csinálni, oda megyek az Uramhoz, megkérdezem. És akkor ő mondja nekem. Mert ugye ez a hit. Isten az embert arra teremtette, hogy higgyen. És a hit az az, hogy Isten beszél hozzám. Isten kijelent nekem dolgokat. És én annyira megbízom Istenben, hogy én megteszem azt, amit ő mond. Mert tudom, hogy az a jó. Tudom, hogy abból lesz az áldás. Ez a hit. A hit az mindig egy válasz. Isten szava jön hozzám, ahogyan olvastuk, az első dolog, amit Isten tesz, miután megteremtette az első emberpárt, az az, hogy beszélt hozzá. Először mondott egy áldást. Utána mondta az embernek, mi a dolga, mit tegyen. Utána azt mondta az embernek, hogy mit egyen. Tehát nem volt semmi kérdés. Az nem volt kérdés, hogy honnan van a boldogság, Istentől, Isten áldásoltól. Az nem volt kérdés, hogy mit kell csinálni, Isten megmondta. Az sem volt kérdés, hogy mit teszünk este, az arra is megvolt a válasz. Sőt, ugye az ennivaló már kész volt, mielőtt Isten megteremtette volna az embert. Tehát Isten terített asztallal várta az embert. Rendezett kert. Ezt csak folytatni kéne, holnap fogunk erről még beszélni. Isten az első, aki beszél az emberhez. És mit vár az embertől? Hogy azt mondjon, ámen. Az ámen szó, héber szó, ugyan attól a tőtől származik, mint az a héber szó, amit a Biblia hitre szokott használni.
Az alapjelentése az, hogy stabil. Megbízhatónak tartom Isten, ezért megbízhatónak tartom az ő kijelentését, ezért megteszem, amit ő mond, és úgy, hogy stabil marad az életem. Isten erre teremtette az embert. Ez a hit. És Pál apostol azt mondja nekünk Róma 14:23-ban, de minden, ami nem hitből van, az a bűn. Amikor összefoglaljuk a hitnek a lényegét, tavaly is mondtam három betűvel, H-I-T, hit az az, hogy hallgatok Istenre teljes szívemből. Megvan? H-I-T. Hallgatok Istenre teljes szívemből. Nem csak hallom az Isten, aztán csinálom azt, amit én akarok. Nem másra hallgatok, mint az Istenre. És nem egyszer így, egyszer úgy hallgatok Istenre. Amikor ő azt mondja, amit én is gondoltam, akkor csinálom. Amikor más mondta, akkor értitek? Amikor a Biblia hitről beszél, akkor az ez. És ebből világos remélem, hogy a Bibliában a hit az mindig egy válasz. Egy válasz reakció. Egy válasz Isten szavára, Isten kijelentésére. Amikor az ember igent mond Isten kijelentésére, akkor hitben jár. Csak hogy az első ember pár bűnbe esett, nem hallgatott Istenre. És onnantól kezdve valami történt. Vajon az az ember, akit most látok a tükörben, az még mindig Isten képe és Isten hasonlatossága? Vagy elveszítettük ezt? Tehát eltűnt. Honnan lehet ezt tudni? Honnan lehet tudni, hogy vajon az ember még mindig Isten képe-e és Isten hasonlatossága? Hát ugye nézhetjük az embert ezer évig, hogy milyen lehetőségei, képességei vannak, csak akkor a végén még mindig nem tudjuk, hogy amire jutottunk, az vajon Istenre hasonlít-e, vagy sem. Fordítva kell ezt csinálni. Ha tudnánk, hogy milyen az Isten, hogy Isten bizonyos helyzetekben mit mondana, mit gondolna, mit tanácsolna, akkor kapnánk egy képet arról, hogy milyen az Isten. Igaz? Hát ez van. Ilyen leírásunk van, hogy Isten bizonyos helyzetekre mit mond, hogy Isten bizonyos helyzetekre mit tanácsol, hogy Isten, amikor végső soron valaki egyáltalán nem hallgat rá, hogy akkor a végén Isten még mire képes? Milyen az Isten szíve? A szavat így mondanom. Arról van képünk. Csak végig kéne olvasni. Ugye ezért fontos az ígérdetésben mindig az a rész is, amikor a lelkész elmagyarázza, hogy ebből mit tanulunk Istenre nézve. Mert az a kép, az a példa, az a minta, sőt, merném azt mondani, az a normális, ugye, az a norma, ahhoz kéne tartanunk magunkat is. És ha ez a kép összeáll, akkor utána nézzük meg, hogy vajon az ember még mindig Isten képe és hasonlatossága? És akkor ugye két dolgot kell mondani. Az egyik az, hogy hát a gyakorlat szintjén nem nagyon. Ha látjuk a Bibliában, hogy Isten milyen türelmes, és összehasonlítjuk azt a saját türelmünkkel, valamire jutunk. Ha látjuk a Bibliában, hogy Isten milyen szeretetteljes, és összehasonlítjuk a saját érzelmi életünkkel,
elég gyorsan látjuk a különbségeket. Ha látjuk azt, hogy Isten minek tud örülni, és összehasonlítjuk azzal, hogy nekünk mire van szükségünk, hogy egy kicsit tudjunk mosolyogni, nem olyan nehéz meglátni a különbséget. Akkor tényleg? Mi ezt teljesen elveszítettük? Az ember többé nem Isten képe és hasonlatossága. Elveszítettük? Hát akkor ez a Dávid az itt mit akar? Miért mondja azt, hogy kevéssel tetted őt kisebbé Istennél, dicsőséggel és méltósággal koronáztad meg, úrrá tetted kezed alkotásain, mindent a lába alá vetettél. Ő csak a múltról beszél. És most szeretnék valami furcsát mondani talán. A mindennapi életben teljesen igaz az, hogy amikor ránézünk az emberre, és összehasonlítjuk azt a képet, amit kapunk, azzal a képpel, amit ismerünk Istenről, akkor abban óriási nagy különbség van. Kérdés, honnan van ez a különbség? Hát ugye a bűntől. De a bűn mit csinált? Ugye voltunk, Isten képére teremtette, ha ez a 100%, akkor ez lenyomta. 1%-ra, hogy azért néha-néha még tudunk valaminek örülni, néha-néha még tudunk szeretni, néha-néha még van türelmünk. A bűn ezt így lecsökkentette. És csak egy pici van még belőle. Vagy, ha gondolunk arra, hogy mi a bűn az, ami eltér a hittől. Akkor vajon mi történhetett? Isten képe nem tűnt el az emberből, nem lettem állattá vagy démonná. Csak nem úgy néz ki. A bűn eltorzítja azt a képet. Eltorzítja azt a képet, amit nekem kellene mutatnom. Hogyan csinálj? Pál apostol mondja a római levélben, első fejezet második felében. Ha jön egy kijelentés Istentől hozzám, emberhez, mit csinálok? Te a pszichológ, jaj, de jó, Isten végre valamit mondott nekem, meg is fogom csinálni. Azt mondja, pá, nem. Alapvetően az ember lenyomja azt az igazságot. Hogy, na ezt inkább ne. Azt mondta az Isten, jó, de ki az az Isten? Tényleg azt mondta az Isten? Tényleg úgy mondta? Nem lehet, hogy valaki tévedett? Annyi mindent mondanak, annyi Isten van, és már nem kell vele foglalkozni. Jön egy kijelentés, akár szavakba, akár úgy, hogy ülök egy sötét éjszakán, és nézem az égboltot. Ugye nincs olyan dolog a világon, ami nem lenne rajta Isten kéz lenyomata. De ugye ma azt se tetszik, ha találkozom egy fától, ez a fa valahogy sugárzik nekem valamit. És ezért létrehozunk egy virtuális világot, amiben több emberi kéz van benne, amiről azt gondolok, hogy ez csak az ember hozta létre, ebben Isten nem tud beleszólni. Aztán persze, hát mi is csak azt tehetjük, amire képesek vagyunk, valahogy ez mégiscsak bele fog folyni. Mégis olyan dolgokat fogunk abba is beleépíteni, amelyek valamit visszatükröznek Istenből, mert különben pokollá lenne ez a virtuális valóság, ha még nem lenne az. De bármi szembe jön, és sugallja azt, hogy van Isten, mit csinál az ember? Azt ne. Úgy ne. Bármit, csak azt ne. Ugye ez a bűn. Bármit, csak nem Istenre hallgatni, nem teljes szívemből. És így torzul az a kép, amit az ember sugározna Istenről. És amikor az ember
a legszörnyebb dolgokat követ el, akkor ugye még mindig nem állott. Egy állat sem találja ki, hogy kipusztítson egy teljes másik állatfajt. Próbáljuk elképzelni, hogy az oroszlánok összeülnek, hogy öljük meg az összes pilangot. El tudjuk ezt képzelni? Csak úgy, nem azért, mert meg akarjuk enni, nem azért, mert zavarnak bennünket, nem azért, mert erősebbek nálunk, hanem csak mert. Mert most ahhoz van kedvünk. Csapjuk, adjon az összes pilangot. El tudjuk ezt képzelni, hogy az oroszlánok összeülnek, és ezt csinálnak? Az ember erre képes? Mi ez? Démonná lett az ember? Tényleg? Hány démon van, aki azt mondja, fogjunk össze, és öljünk meg a többi démont? Még az Úr Jézus is mondja, hogy ez lehetetlenség. Ha egy királyság önmaga ellen fordul, akkor szétesik. Ki képes erre? Csak az ember. Amikor az ellentétjére fordítja az isteni szeretetet. Amikor megfordítja Isten gondolkodását. Amikor Isten azt gondolja, hogy ő vállalja a poklot, hogy az ellenségei a mennyországban lakhassanak. Akkor az ember ezt megveszi és megfordítja. És azt mondja, én küldöm a pokolba az ellenségeimet, hogy én a mennyországba élhessek. Értitek, hogy mennyire különböző ez? De nem csak különböző, hanem pont ellentétes. Egy állat erre nem jön rá. Egy démon ezt nem találja ki. Mi ez? Ez a kifordított Isten kép. Nem borzasztó? Amikor az ember, aki Isten képmására van teremtve, nem csak kikerüli azt, amit Isten mond, hanem pont az ellenkezőjét csinálja. És a legnagyobb áldásból mi lesz? A legnagyobb átok. Még akkor sem tud az ember menekülni attól, hogy Isten képére és hasonlatosságára van teremtve. Ha egyszer leredukáljuk a cselekvéseket arra, hogy mi van mögötte. Milyen gondolkodás van mögötte? Nem egy démoni gondolkodás, mert a démon az embert akarja tönkreteni. Nem egy állati gondolkodás, mert az állat nem foglalkozik ilyen dolgokkal. Ez a kifordított isteni gondolkodás. Kire képes, ki képes erre? Csak az ember. De hogy lesz jó? Ha rajtam ott van Isten képe és hasonlatossága. Csak én ezt teljesen fordítva csinálom. Tehát annyira eltorzulton van rajtam, hogy rólam senki nem fog ráismerni az Istenre. Akkor mi a megoldás? Tavaly a gyerektáborban egy tojásdobozt vettem elő, és megmutattam, hogy mi lesz a tojásdobozból, amikor eltorzítjuk. És mondom a gyerekek, most mit kell csinálni? Csavarjuk vissza? Hát nem lett sokkal jobb. Sokkal rosszabb lett. Mit kellene csinálni? Hát, hogy az összes gyerek tudja. Hát akkor új dobozt kell elővenni, Márko bácsi. Na ez az. Nem lehet ezt visszacsavarni. Nem lehet egy kis erőfeszítéssel azt mondani, hogy jó, akkor eddig rosszul csináltam, de akkor most már jó lesz. Na nem úgy van. Ahhoz az kell, hogy belülről megváltozzon az ember. És amikor jön egy kijelentés, amikor hallom Isten igényét, akkor szívből mondjam azt, hogy de tényleg, Isten megbízható, tényleg azt kell csinálni, amit ő mond. Úgy lesz jó. Úgy leszek áldott.
Ja, ezért jött az Úr Jézus. Azért jött az Úr Jézus, hogy helyreállítsa bennünk a hitet. Az igaz hitet. Ami nem az, hogy gondolok valamit, ami nem az, hogy végigolvastam a 4 pontot, és egyetértek vele, és odaírom oda teszem az aláírásomat, és innentől kezdve én hívő vagyok. Ez egy válasz! Hogy úgy jön arcomba az evangélium, hogy nem tudok mást mondani. Csak azt, hogy ez van. Föladom magam. És nem az üzenetet fogadom el, hanem oda rohanok az Úr Jézushoz, miután megértettem az üzenetet. És azt mondom, te kell lesz nekem. Beszélj hozzám, hogy tudjok hallgatni. Mondd el nekem, mit tegyek. És utána szépen sorba megtesszük azt, amit az Úr Jézus mond. És fog ő nehéz dolgokat is kérni. Fog ő furcsa dolgokat is kérni. De a hitben járás az éppen az, hogyha megértem, hogy ő a megbízható, ha megértem, hogy mi a hit, és ha megértem azt, hogy az a tükörkép, amit látok, az teljesen meg fog változni, amikor hallgatok Istenre, akkor szívesen vállalom, még a nehézségeket is. Akkor kicsoda az ember? Miről fogunk beszélni a következő előadásokban is? Mi az, ami állandóan visszajön? 2 gondolat. Az egyik, az ember egy ellentmondó. Még a hívő ember is ám. Lehet, hogy nem olyan vokálisan, lehet, hogy nem olyan hangosan, lehet, hogy ilyen szép máz van rajta, de még a hívő ember is képes arra, hogy amikor jön Isten kijelentése, azt mondja, hogy ja, de jó lett volna, ha XY itt lett volna, mert ez pont neki szól. Gondoltatok már ilyet? De jó lett volna, ha itt lett volna szomszédom, anyósom, gyerekem, unokám, nagymamám, ez pont neki való. Mi ez? Hárítás. Hát az neki, ez meg neki, ez meg neki. Aztán ugye 3 év után oda megyek a lelkipásztorhoz, hogy lelkipásztor úr, nem tud nekem semmi újat sem mondani. És erre a lelkipásztor azt fogja mondani, nem is fogok újat mondani, csak a régit. Csak meg kell hallgatni. Ugye? Még a hívő ember is egy ellentmondó. Ugye meg nem tért ember, meg pláne. Tehát ezt meg kell érteni. Hogy bármit mondunk egy meg nem tért embernek az Úristenről, az Úr Jézusról, Szentlélekről, evangéliumról, először azt fogja elmagyarázni, hogy ő neki ezért miért nem kell foglalkoznia. És akkor el kell jutni addig a pontig, amikor ő megérti, hogy itt nem egy elméletről beszélünk, itt rólam és róla van szó. Az az egyik. A másik, ami többször elő fog kerülni valószínűleg még a héten, az az, hogy az ember, még a hívő ember is, önellentmondásban él. Amikor az ember bármilyen területen nem hallgat Istenre, ellentmondásba kerül, nem csak az Istennel, ellentmondásba kerül saját magával. Mert ő egy bizonyos dologra van teremtve. És egy bizonyos dolog, bármi is legyen az, csak úgy működik, hogy Isten akarja. Tetszik, nem tetszik? Ugye tavaly mondtam, hogy én gondolhatom azt, hogy innentől kezdve én egy annyira zöld párti vagyok, hogy tejet töltök az autómba. Nekem is jó, akkor az autónak is jó. Nincs semmi mellékhatása bennem, biztos, hogy az autónak is jó, ha nincs valami, neki valami allergiája, hát akkor egy picivel kipróbálom. Utána mennyit tudok vele menni? Eljutok Pestig? Na nem biztos. Miért nem? Hát mert az autó nem arra van összerakva, hogy tejjel tudjon menni. Gondolhatok én bármit, hogy ez milyen jó lesz neki, meg nekem, meg olcsó, meg jaj de jó.
Veszek el hozzá egy tánát, és akkor már a mohoz se kell járni. De nem számít, hogy én mit gondolok. És amikor saját magamról van szó, hányszor tudom magamat becsapni, akár még hívő emberként is, hogy azt gondolom, hogy máshogy is lett. És nem is kell csak nagy dolgokra gondolni. Itt gondolom, hogy itt felmerül egy-két kérdés mindenkiben, hogy ja, talán azért van bennem ez vagy az a feszültség? Talán ez a dolog, vagy az a dolog azért megy ilyen nehézkesen? Mert próbálok valamit forszírozni, amit nem lehet. De ilyen az ember. Amikor a következő előadásokban az élet különböző területéről fogunk beszélni, akkor ez a dolog állandóan újra elő és elő fog jönni. Egy, magamtól, ha magamból indulok ki, nem biztos, hogy ez a dolog így tetszene. Csak akkor elfogadom, hogy amit Isten mond, az így is van. De kettő, még hívő emberként is gondolhatom azt, hogy hát de talán lehetne ezt egy kicsit így, talán lehetne ez kicsit úgy. Vagy talán nem is tudatos ez, hanem egyszerűen benne vagyok valamiben. És a tehetetlenség visz engem tovább, és nem jövök rá arról, hogy mi a probléma, ha nem tudom azt magamról, amikor a tükörbe látom magamat, hogy én egy önellentmondó emberke tudok lenni. Én képes vagyok arra, hogy meggyőzöm magamat valamiről, ami nem fog működni. Utána még a páromat is tudom erről meggyőzni, hogy ez tényleg úgy lesz jó. És milyen nehéz majd 3 év múlva, hogy azt kell mondanom, hogy én tévedtem, mert én soha nem tévedek, akkor a körülmények, ugye? Meg te, meg az Isten, meg mindenki, csak én nem. De amikor van gerincem, ezt felfognom, akkor tudom azokat a pontokat talán kezelni az Isten segítségével, amelyek tényleg feszültséget okoznak a mindennapi életben. Mivel egy bizonyos ponton, egy bizonyos területen egyszer ellentmondok Istennek, tudatosan vagy tudatalatiba, és ezzel ellentmondok magamnak, a saját lényemnek. És mindez csak akkor fog harmóniába kerülni, amikor növekszem abban, ami a legfontosabb, a hitben. Hogy a többi testvéremmel együtt, és talán tőlük is, az ő példájukból tanulom azt minden nap újra meg újra, hogy élni csak egyféleképpen érdemes, hallgatva az Istenre teljes szívemből. Amen.